Hát nehéz helyzetben vagyok, amikor Bakács Bernadett alpolgármesterrel kell beszélgetnem az elmúlt 4 évről, az első ciklusának a vége felé, mert hogy alpolgármesterként gyakorlatilag minden önhöz tartozott, vagy minden tartozott önhöz is, tehát sok mindenhez kellett értenie. Mit emel neki mégis az elmúlt 4 éves tevékenységéből? Hogyan struktúrálná ezt az időszakot szakmailag? Ez egy nehéz kérdés, és néha elfelejtek dolgokat. Nekem azért elsősorban a saját körzetem képviselete a dolgom, és én ezt mindig igyekeztem előre is helyezni. A 4-es körzetben az a város nyugati része, van egy érdekes ellentmondás. Egyrészt sok új ház van, lakó telefon, és van olyan része, amelyik infrastruktúrálisan fejlett, de van egy olyan része, ahol már nagyon régóta laknak, de még mindig múlvás utak vannak. Tehát ilyen vegyes a körzet, és sok probléma van, illetve hát az új beruházások következtében készült járda is most alatt teljesen szétporlott, tehát egyszerre több probléma van jelen. Most a város amúgy is el van maradva ezekkel az infrastruktúrális javításokkal, úgy mint csapadékcsatorna, tisztítás, építés, úgy mint járdaépítés, javítás. És itt egyszerre kell kezelni ezeket az elmaradásokat, illetve a hiányzó dolgok megépítését. És mindezt ugye az első 2 évben egy hiány költségvetésünk volt, amit nullára kellett leszorítani. Tehát én nagyon megértettem a lakosság türelmetlenségét, és hogy nem történik semmi itt hosszú ideje. Másrészt meg hát kezelnünk kellett azt a kérdést, hogy legyen forrásunk arra, hogy javítsunk, beruházunk, utat építsünk. Most arra értünk igazából egy kicsit eredményesebb szakaszba, mert már van fejlesztési kerete a városnak, úgyhogy azért tudjuk megépíteni az én választási ígéretemet, a József Attila utca utolsó szakaszát. Ez egy 500 méteres szakasz, és tulajdonképpen nem is baj, hogy eltelt 4 év, mert az alatt beszélgettem az emberekkel, rájöttem, hogy nem csak az út fontos, hanem bizony másfél méteres járda kell, és ehhez ragaszkodni kell, és akkor most újra terveztük az utat, a régi tervet nem lehet használni, már engedélyt se kapnánk rá, hiszen a járda keskeny. Úgyhogy ez egy ilyen érési időszak is volt ezt a projektet tekintve, de szembesültünk azzal, hogy a Máriti utcai járda nagy részt tönkrement, az emberek elesnek rajta, most aszfaltbevonattal látják el, tehát itt is majd rendesen lehet sétálni. A buszközlekedés nagyon sokat fejlődött, szerencsére már, azt jól emlékszem, 11-ben sikerült oda egy buszvárót kérnem, az előző polgármester úr jó voltából, de ott is kellene még buszváró. A tömegközlekedés az nagyon jó, tehát nagyon sokat fejlődött, ez városi szintű eredmény. Tehát most már onnan lehet munkába járni, gyerekek éjszaka haza tudnak jönni, nekem is tinédzser gyerekeim vannak, nem mindegy, hogy másfél kilométert sétál a sötétben, vagy csak 500 métert. Tehát sokat fejlődött ez a dolog is, de viszont, és van zebra a Spár előtt, de kéne még zebra ugye a Máriti elé, ahol a buszról a gyerekek jönnek, mennek a mező közepére, úgyhogy tulajdonképpen az élet hozza ezeket a feladatokat. Amit nagyon sokan kérnek tőlem, és ezt a jövő ciklusban, ha megválasztanak, természetesen meg is fogjuk csinálni, a forgalom sebességének csökkentése az életvédelmében. Ezt táblákkal, ezt látjuk, hogy nem megoldható, tehát valami mechanikai eszközöket kell majd az utakba beépíteni. Tehát ilyen szempontból voltak eredmények. Másik szempont pedig, ami nekem nagyon fontos, a légkör a városban, az emberek lelki közérzete, és szerencsére nyertünk egy pályázatot ebben a tárgyban, ami egy ifjúsági bűnmegelőzési pályázat, és ez majdnem 32 millió, sőt 32 millió 800 ezer forint volt, és ebbe bele tudtunk tenni olyan dolgokat, amik az egész város közérzetét javíthatják, de persze elsősorban a fiatalok a célcsoport, a fiatalok és a velük foglalkozó szakemberek, és akkor így sikerült ilyen relaxációs tréningeket betenni tanároknak, erőszakmentes kommunikációs tréninget, itt már kinyitottuk az egész városnak, tehát aki akart, az jöhetett. Ugyanígy az asszertív kommunikációs tréning is nagyon népszerű, tehát a lakosságból is jelentkeztek, ugye ez a felnőtt lakosság tanároknak a lelki egészség megőrzését szolgálja. Gyerekeknek a biztonságát 2 éjszakai szociális munkás vigyázza, ugye hétvégén, szombat, vasárnap. Ők olyan információkat hoztak erről a területről, ami a gyerekellátásnak, hét család segítőnek is nagyon fontos volt. Úgyhogy egyébként órákig tudnám sorolni. Mennyire kellett beletanulnia mindezekbe, hiszen senki nem születik politikusnak, és egyszer csak a nyakába szakad egy város majd minden gondja. Mennyire kellett a szemléletét átformálnia, hogy ne ugyanúgy utazzon, sétáljon ezentúl Budakeszi utcáin, terein, mint egy
átlag civil, hanem hopp, oda egy zebra kéne, hopp, azt fel kéne újítani, ezt így lehetne hasznosítani, ott meg azt kéne csinálni. Igen, egyrészt úgy fogom fel a munkámat, hogy én korábban nagy családot láttam el, most egy sokkal nagyobb családot látok el. Tehát, ha jönnek hozzám az emberek a problémáikkal, akkor azt komolyan veszem, és tényleg megvitatom a képviselőtársaimmal, hogy mit tudunk tenni ez ügyben, és valóban már nem csak itt, ha máshol is járok, mindig nézem a megoldásokat, hogy mit választottak, és hogy hogyan lenne jó, és hogyan tudjuk ezt költséghatékonyan megcsinálni. Tehát, hogy otthon egy háziasszony körülnéz, hogy hú, már megint rendetlenség van. Én is bizony körülnézek, és látom a rendetlenséget, és akkor ugye megy az info a BVV-nek, amelyik azt mondja, hogy hát nem tudja az összes vonalat azonnal fölvenni, de ha elég sokat ismételjük, ahogy otthon elég sokat ismételjük, akkor megtörténik. Ugyanígy van ez a városban is, ha elég kitartóan kérünk, akkor azért megcsinálják a dolgokat. Nem minden alakult a szándékaink szerint, mindenki emlékszik tavaly a Villám utca javítására, ahol hiába kértük a kollégát, hogy ez nem lesz szakmailag megfelelő, de hát előbb-utóbb elérjük az eredményeket. Idén valószínűleg szakmailag kiváló módon meg fog történni a Villám utca bevonat való ellátása újra, és reméljük, hogy ez pár évig megint jó minőséget fog adni. Mennyire kell jogi ismeretekkel rendelkezni egy politikusnak, egy képviselőnek, egy alpolgármesternek? Talán kevesen tudják, hogy hát itt azért minden egyes döntés mögött komoly jogi megalapozottság áll, amire egy nem jogász végzettségűnek is valamilyen rálátása kell, hogy legyen. Igen, ez így van, de azt gondolom, hogy igen, az édesapám nagyon szerette volna, hogy jogász leszek, de ennek mindig ellenálltam. Itt a hivatal azért jó háttér, tehát ha bármi jogi problémában segítséget kérünk, ők természetesen segítséget nyújtanak, plusz ha az ember józan paraszt észre végolvas egy törvényt, vagy a saját határozatunkat, vagy a lendeletünket, és megérti a tartalmát, akkor azért elég jól tud tájékozódni. Tehát nem feltétlenül kell jogi egyetemet végezni ahhoz, hogy valaki jó képviselő legyen. Egy ilyen normális józan emberi észre kell a kérdéseket átgondolni. És gondolom, hogy ugyanez igaz a közgazdasági ismeretekre, hiszen minden mögött valamilyen forrás vagy forrás hiánya. Ez teljesen így van. A források a legfontosabbak, tehát én is szinte soha nem hiányoztam a pénzügyi bizottság üléseiről, vagy ahol lehetett ott, felhasználtam a lehetőséget, hogy képbe kerüljek pénzügyi problémákban is. Hát én ilyen autodidakta módon mindig is érdekelt a közgazdaságtan, tehát képeztem magam, és ezt lehet használni itt is. Tehát azt nem gondolom, hogy mindenféle egyetemet el kéne végezni ahhoz, hogy ilyen döntéseket meghozunk. Fontos a csapat, amelyik segíti a döntést. Mik a prioritások, amennyiben újra választják? Mit szeretne továbbvinni, mit szeretne elindítani? Mi az, amit mások csinálnak? De azért ez is egy olyan szakma, amit az ember tanul, tehát megismerem a közeget, amiben mozgok, a képviselőtársaimat, és sok minden sokkal világosabban látok most, tehát ha tovább sikerül dolgoznom ezen a téren, amit most nagyon szeretnék, akkor azt hiszem már világosabban látnám a helyes alternatívákat a területen fejlesztése kapcsán. Mivel mindennapos kapcsolatban vagyok az embereket, tudom a vágyaikat és az igényeiket, tehát ezek az útfelújítások, járdaépítés, forgalomcsökkentés, mechanikai eszközökkel, közösségi terek építése, javítása, szépítése, ez továbbra is fő célom. Vannak még murvás utak a területemen. Úgy tudom, hogy fejlődni fog a kerekmező, tehát ott iskolaépítés lesz, és talán 2017-ben úszoda is, ezre ígéret van a kormánytól, mert járásközpont Budakeszi, és járásközpontban a ciklus végéig lesz úszoda. Úgyhogy fejlődni magától is fog ez a terület, és ehhez kapcsolódóan az infrastruktúrális javításokat tovább szeretném folytatni. Tehát a Villám utcaiak rendes utcát szeretnének, amit meg kell tervezni, meg kell valósítani. Most már tudom, hogy mennyibe kerül, tudom az árakat, mert jól kiképeztem magam útépítésben. És hát szeretném tovább folytatni az ilyen humán eredményeimet is. Ugye beindítottuk az adósságkezelési szolgáltatást, ami az eladósodottaknak nagyon fontos. Csináltunk ifjúsági klubot, idősügyi tanács ad nagyon jó tanácsokat, tehát igyekszünk megvalósítani, hogy idősbarát város is legyünk. Ami az én fájdalmam, hogy sose adtam be a pályázatot a családbarát városra, mert még most se tudnám végigtolni a babakocsit Budakeszin. Hogyha ez a pillanat eljön, akkor majd erre is pályázni fogunk.